A tanévkezdésről és a legfrissebb középiskolai fejlesztésekről tartottak hétfőn délelőtt sajtótájékoztatót a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központban. Az új iskola évben tovább csökkent a Magyar Kanizsai Község általános iskolásainak száma. A három iskolába összesen 1806 diák jár. Egyedül Horgoson nőtt a diák létszám, ott most 17-tel többen vannak, mint tavaly. A korábbi évekhez hasonlóan a községünk diákjai viszonylag jó körülmények között kezdhetik a tanévet. Itt egy kivételt azért megemlítenék. A Viszmajor miatt az Oromhegyesi Általános Iskolát az illetékes hatóságok ideiglenesen, kihangsúlyozom, bezárták, és ebből kifolyólag az oromhegyesi diákok, amíg a munkálatok be nem fejeződnek, az oromi épületbe, iskolai épületbe fognak járni. Ami újdonság, hogy sajnos az alacsony diák létszám miatt a völgyesi épületet be kellett zárni, és az egyetlen völgyesi kisdiák majd Orovna fog utazni ettől a tanévtől kezdődően. Hát a negatív demográfiai mutatók és természetesen a diák létszám, gyerekek létszámának csökkenni, és azért ez kihat a tanügyi dolgozók helyzetére is. Ha összehasonlítjuk a tavalyi évhez viszonyítva, körülbelül 50 diákkal csökkent az általános iskolás létszám, és ez érezhető természetesen minden téren, és ez évtizedek óta már így van. Sztrájk nélkül kezdődött a mi községünkben. Mint tudjuk, az ország más községeiben, városaiban a tanárok jogos elégedetlenségüknek sztrájkkal adtak hangot. Nálunk ilyen nem történt, habár tudjuk nagyon jól, hogy a tanügyi dolgozók bére fizetése az messze a köztársasági átlag bérek alatt van. A középiskolai fejlesztésekről Sargyai Zoltán az intézmény igazgatója szólt. Elmondta, hogy a tartománytól festéket kapott ajándékba az iskola, amit közmunkában visznek fel a falakra. A tartományi mezőgazdasági titkárság pedig nagy összegű támogatást nyújtott új mezőgépek vásárlására. És a harmadik projektumunk, ami talán a legégetőbb, 52 éves ez a mi iskola épületünk, és a vizes góc az még talán ettől is idősebb. Az azt jelenti, hogy valóban góc volt, mégpedig majdnem már fertőzés góc, és ennek a felújítására nyertünk éppen egy héttel ezelőtt 5.900.000 dinárt a tartományi titkárságtól. Ezeket a munkálatokat meg fogjuk kezdeni a közbeszerzés után, és meg is fogjuk valósítani még ebben az évben, én remélem, és én gondolom, hogy ez hozzájárul ahhoz is, hogy a tanulók egy olyan környezetben vannak, ami ma ilyen 21. század és kulturált, akkor talán ez a viselkedésüket is és a hozzáállásukat is majd javítja ebben a tekintetben. A tanévnyitót meg sikeresen megnyitottuk pénteken egy kis ünnepség keretében. Én úgy néztem, hogy nagyon jó fejgyerekek vannak, és még egy fontos a számunkra, hogy az iratkozásnál az, hogy a tanulók első helyen jelölik meg az iskolát, vagy csak behullanak úgy egy rostán át, nálunk 90%-a első helyen választott bennünket, és ez nekünk nagyon fontos, mert azt jelenti, hogy motiváltságuk van, hogy ezt szeretnék megtanulni, és hogyha ők ezt meg akarják tanulni, akkor majd talán sikerül is nekik. Ebben az évben a komputer vonza továbbra is a tanulókat, tehát azt jelenti, hogy a gépész, számítógépes szerkesztő, az teljesen tele van, és nincs egyetlen egy szabad helyünk se, de a másik két gépészszak is teljesen megtelt, a három évesek. Ez azt jelenti, hogy az automechanikus és a hűtés-fűtés szerelő szakon is 15-15 diák indul, mert ez egy ilyen kombinált osztály. A többi szakokon jó az eloszlásunk, egy picit szerencsénk volt, mert úgy oszlott el a tanulók létszáma, hogy 16 megvan mindenhol, és akkor nem kellett kérvényezni, hogy jóvá hagyják, nem hagyják, tehát nálunk automatikusan beindult ez, és nem voltak feszültségek és dilémák ebben az évkezdés előtt, ami jót tett az én idegrendszeremnek, de a szülőknek is. A Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központnak egyébként 387 tanulója van, közülük 90 elsős. A legnépszerűbb szak továbbra is az informatika, azaz a számítógépes szerkesztői szak.